A tengelykapcsolót gépek hajtó és hajtott tengelyeinek összekötésére használják a teljesítmény átvitele céljából. Gyakori, hogy egy tengely nem készíthető el egy darabból, így az üzemelés időtartamára össze kell kötni a különálló részeket. Tengelykapcsolókat alkalmaznak biztonsági okokból is, ha számítani kell a hajtó és hajtott szerkezeti részek üzemközbeni túlterhelésére. Igen gyakori, hogy a kapcsolatot menet közben oldani, majd ismét kötni kell. A felosztás alapját képezi, hogy a tengelykapcsoló üzemközben oldható-e vagy sem. A körmös kapcsolók két egymásba kapcsolódó félből állnak, amelyek homloklapján egymásba illeszkedő körmök vannak. Az egyik kapcsolófél a tengely siklóreteszén elcsúsztatható, a másik kapcsolófél a hajtótengelyre van erősítve. A sorlódásos forgás átvitel rugalmas, menet közbeni ki- és bekapcsolható hajtást tesz lehetővé. A tárcsás tengelykapcsoló három fő részből áll. A hajtórész a motor forgattyús hajtóművének lendítőkereke, amelynek homlok felülete simára munkált. A hajtott rész bordásagyra szerelt vékony acéltárcsa, amelynek mindkét oldalán surlódó betét van. A bordás agy a sebességváltó bordás bemenő tengelyén elcsúsztatható. A kapcsoló elemek a következők: a nyomótárcsa, a nyomórugók, a kiemelő karok, a karokat mozgató nyomócsapágy, a kapcsoló villa, a rudazat és a pedál. Bekapcsolt helyzetben a rugók nyomótárcsa közvetítésével a surlódó betétet a lendítőkerék felületéhez nyomják. Ilyenkor a hajtórész együtt forog a hajtott résszel. A pedál benyomásával a kapcsolóvilla a nyomócsapágyat a kiemelő karoknak nyomja. Így a surlódó betétek kissé eltávolodnak a lendítőkerék felületétől, és a hajtás megszűnik. A biztonsági kapcsolók feladata a hajtó és a hajtott szerkezeti elemek megúvása a túlterheléstől. A biztonsági kapcsolók surlódás útján viszik át a megengedett nyomatékot. Ha az átvihető nyomaték nagyobb a szerkezetre megengedett nyomatéknál, a hajtó és a hajtott tengely közötti kapcsolat megszűnik. A biztonsági kapcsoló szerkezeti elemei a nyomótárcsa, a nyomórugó és a surlódó betét.